gonna go write a million songs if that's the way to be. I'll write a class to beat them all and go down in history. I'll be the one to reach the stars, but only if you're with me tonight, 'cause that'll be the life. Let's go, take a trip downtown and go all around. I said, come home, away with me. She said, hold on, gotta take things slow, I can't just let go. She said, hold on, let's wait and see. Sziasztok! Ökológiai sorozatom 18. részében még mindig az ökoszisztémákkal foglalkoznék. Ez alkalommal a táplálékláncokról, illetve az energiaforgalomról lesz szó. A táplálékláncok egymással szoros táplálkozási kapcsolatban álló populációk révén jönnek létre. Az egyes láncszemeknél érvényes, hogy az előtte lévőkből táplálkoznak, és az utána lévőknek pedig táplálékot nyújtanak. Mint látható, itt egy vízi tápláléklánc, ahol az alján találhatók a termelők, fitoplanktonok, őket elsődleges fogyasztóként a zooplanktonok fogyasztják, amelyeket másodlagos fogyasztóként mondjuk fogyaszthatnak kis halacskák. A negyedleges fogyasztó is lehet még a ragadozóhal, mondjuk egy csuka, és végül egy csúcsragadozó, egy halásas lehet a tetején a táplálékláncunknak. Termelők, vagy más néven producenseknek hívjuk azokat az élőlényeket, amelyek képesek arra, hogy a fényenergiát, vagy esetleg felszabaduló kémiai energiát szerves anyag formájába építsenek be. Ezek az élőlények, tehát az autotrófok. Ezek az élőlények azért producensek, mert az ökoszisztéma energiakészletét gazdagítják. Legtöbb esetben a növények ezek. Fogyasztók, vagy más néven a konzumensek a termelők által előállított szerves anyag révén jutnak energiához, ilyenek ugye általában az állatok. A harmadik típusú élőlények a lebontók, ezek a reducensek. Az anyagáramlást képesek körfolyamattá zárni, azáltal, hogy a szerves anyagokat visszaalakítják szervetlenné, amely szervetlen anyagokat aztán a termelők újra tudják fölvenni. Ilyenek a mikroorganizmusok általában, a talajban élő mikroorganizmusok. A táplálék láncokat azonban piramis formájában is ábrázolhatjuk, mint ezen az ábrán láthatjuk, hasonlóan egy vízi ökoszisztémát vagy táplálékláncot láthatunk, amelynek viszont a csúcsára itt most az embert rakták. A piramis formájában ábrázoljuk a táplálékláncot, akkor arra utalunk, hogy a szerves anyag mennyisége mekkora az egyes szinteken. Láthatjuk, hogy a fitoplanktonoknak a legnagyobb a tömege, és fokozatosan, ahogy feljebb haladunk a táplálékláncba, egyre kisebb tömeggel bírnak az egyes szintek. Vannak olyan táplálékláncok, amelyek nem így működnek, mint például a parazitalánc, ott nem ilyen szabályos piramis alakot kapunk. Ez az ábra azért is érdekes, mert hogy így ábrázolják a peszticidek, azaz a növényvédőszerek felhalmozódását. Jól láthatjuk, hogy a piramisunk csúcsán X-el vannak jelölve a peszticidnek, azaz a növényvédőszernek a mennyisége, jelen esetben a DDT nevű növényvédőszerről van szó, amit már jó régóta betiltottak a fejlett nyugati kultúrákban. Ennek ellenére megtalálhatók még az ökoszisztémákban ma is. Gyakorlatilag a koncentrációja a fitoplanktonokban még viszonylag alacsony, de hogy haladunk fölfelé a táplálékláncban, egyre nagyobb koncentrációba kerül peszticidnek a mennyisége, és a csúcsán, a piramis csúcsán található élőlényekben a legnagyobb a koncentrációja az ilyen növényvédőszereknek. Ezek a peszticidek egyébként emelt szintű tananyagok az érettségibe. Helytelen alkalmazásuk különböző problémákhoz vezethet. Ha bekerülnek a táplálékláncba, akkor felhalmozódhatnak, mint ezt az előbző ábrán láthattátok.
és a táplálékpiramis csúcsán lévő élőlényekben ezek egészségügyi problémákhoz vezethetnek. Ugyanakkor nem csak a rovarok számára, a kártevő rovarok számára okoznak problémát, hanem a hasznos rovarokat is elpusztíthatja. Például a méhek mennyisége az utóbbi évtizedben nagyon lecsökkent az egész földön, és valószínűleg ez a rovarölőszerek használatának is köszönhető. És azt tudjuk, hogy a méheknek milyen fontos pozitív szerepük van az ökoszisztémákban. Emellett a kártevőknél a növényvédőszerek használata miatt rezisztencia is kialakulhat. A rezisztenciáról az antibiotikumokkal kapcsolatban tanulhattatok. Itt is előfordulhat, hogy ellenállóvá válhatnak egyes kártevők a helytelen növényvédőszer használat miatt, és rájuk ezek a bizonyos növényvédőszerek szinte egyáltalán nem hatnak. Az emberre is hathatnak ezek a szerek. Rövidtávú hatásuk akut mérgezések formájában jelentkezhetnek, például májkárosodáshoz vezethet. Hosszú távú hatásuk krónikus betegségek kialakulásában jelentkezhet. Ezek lehetnek rákos elváltozások, születési rendellenességek, immunológiai problémák, amik elég gyakoriak, illetve a termékenység csökkenése. A táplálékláncok az a valóságban nem láncokként jelentkeznek, hanem bonyolult hálózatokat alkotnak. Egy faj egy ilyen hálózatban többféle szerepet is betölthet. Hogyha ezt a bonyolultabb hálózatot nézzük, akkor itt a kagylók, azok egyszerre lehetnek elsődleges fogyasztók és másodlagos fogyasztók is. Ugyanis ha növényi plankton, fitoplankton fogyasztanak, akkor ők elsődleges fogyasztóknak számítanak, viszont hogyha zooplanktonhoz jutnak, akkor már másodlagos fogyasztók a szerepük. Megfigyelhető, hogy egy ökoszisztéma minél bonyolultabb hálózatból áll, annál stabilabb ökoszisztémáról beszélhetünk, tehát annál stabilabb az adott társulás. Nézzük az energiaáramlást. Arról már volt szó az előző alkalommal, hogy az ökoszisztémák nyílt anyagi rendszerek, így érvényesek rá a termodinamikai törvényszerűségek is. Az energia ezekbe az ökoszisztémákban kívülről érkezik, hogyha a fényenergiáról beszélünk, akkor a fényenergiának közel 1%-át képesek beépíteni a testükbe a termelők, azaz jelen esetben a fotoszintetizáló élőlények. Ha ezt a beépített energiamennyiséget 100%-nak nézzük, akkor láthatjuk, hogy a következő szinten már ennek a 100%-nak az elsődleges fogyasztók már csak 10%-át tudják hasznosítani, míg a másodlagos fogyasztók ennek a 100%-nak már csak 1%-át. És ahogy így végighaladunk, az utolsó szinten, a csúcsragadozók szintjén ez 0,1%-ot jelent. Minden egyes szinten fellép energiaveszteség. A lebontók minden egyes szint elhalt élőlényeinek az anyagát, szerves anyagát hasznosítani próbálják, átalakítják szervetlenné, és az energiát ideig, óráig megtartják a testükben, de utána természetesen a lebontó szintből is távozik ez az energia. Tehát, ha össze akarjuk foglalni, akkor elmondhatjuk, hogy az energiaformák egymásba alakulása során az energia egy része hőenergiaként, energiaveszteségként távozik a rendszerből. Az egyes táplálkozási szinteken egyre nagyobb hányadó energiavesztéssel kell számolni. Az energia az mindig egy irányra áramlik végig az ökoszisztémában, nem úgy, mint az anyag, emlékszünk az elmúlt alkalommal, hogy az körforgalmat végez, tehát körben áramlik, visszakerül az anyag mindig az élettelen környezetbe, az élőlényekbe. Az energia azonban egy irányba halad végig ezen a rendszeren is, folyamatosan pótolni kell ezt az energiát. Két fogalom szeretnék még megbeszélni itt a videóban. Az egyik a biológiai produkció fogalma, ami emelt szinten kerül elő a 2024-es vizsgakövetelmények szerint. Biológiai produkciónak az ökoszisztémában végben elő szervesek termelési folyamatokat nevezzük együttesen. Megkülönböztetünk elsődleges vagy primer produkciót. Ez a termelő szervezeteknek a szervesanyag termelése. És megkülönböztetünk másodlagos, azaz szekundár produkciót, amikor a fogyasztók és a lebontók szervesanyag termelési folyamatait értjük rajta. Ha ki akarjuk fejezni, hogy mekkora a biológiai produkció, akkor mérhető ennek a tömege.
ezt mindig területegységre bontjuk le, és egy adott időszakra, mondjuk például egy évre. Általában a szerves anyag tömeget száraz anyagtartalomba adják meg. Ha megnézzük ezt a térképet, akkor ezt a NASA készítette, az elsődleges biológiai produkciót mutatja be Észak-Amerikában, azt hiszem, ha jól emlékszem, a 2006-os évben, és láthatjuk, hogy ezt az elsődleges produkciót ez szénben, szén gramjára méri tömegre, és négyzetméterenként fejezi ki. Azok a területek, amelyeken barna, sötét vagy világosabb barna színnel vannak jelölve, azokban a biológiai produkció mennyisége kisebb. Láthatjuk, hogy jellemzően ez a füves puszták, vagy a sziklás hegyesebb területeken jellemző, magas hegységekre. Míg ahol a zöldesebb, kékesebb szín felé megy a dolog, ott nagyobb a szerves anyag termelés, tehát nagyobb biológiai produkcióra képesek. A másik ilyen fogalom a biomassa fogalma, amit a biológiai produkció hozza létre, ezt a biomasszát, egy adott területen, adott időpontban megtalálható élőlényeknek a szerves anyag ösztömege gyakorlatilag. Ha táplálkozási szintekre nézzük a biomasszát, akkor elmondható, hogy a termelői szinten van a legnagyobb biomassa, és ahogy haladunk fölfelé, a csúcsragadozók felé, egyre csökken a biomassa mennyisége szintenként. Ha stabil az ökoszisztéma, akkor a biomasszája az közel állandó tud lenni. Viszont ha hosszú időben vizsgáljuk, szukcessziós sorozatban nézzük, akkor elmondható, hogy a pionír társulásoktól a záró társulások felé haladva a biológiai produkció mennyisége, vagy a biomassa mennyisége az növekszik. Tehát a legnagyobb biológiai produkciót, a legtöbb biomasszát záró társulások tudják előállítani, és az egyik legnagyobb biomasszával a trópusi esőerdők azok, amelyek bírnak, egészen addig, amíg ki nem vágják őket. Tulajdonképpen ennyi lett volna a mai videó. Remélem, tudtam újat mutatni számotokra, és hasznosnak találtátok. További jó felkészülést kívánok nektek, és ha kérdésetek van, akkor azt a videó alatti lehetőségnél megtehetitek, hogy felteszitek, és igyekszem válaszolni rá. Sziasztok!